Napelem Park épül Kunmadarason, száraz november, halálos baleset Pusztamonostornál, rohamosan nő a sertéshús ára. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 23-án 18 óra 5 perckor. Napelem parkot és naperőművet épít az MVM csoport Kunmadarason. Az egykori repülőtéren az MVM zöld generáció Kft. Beruházásában 2x28,7 megawatt teljesítményű naperőmű épül. A tervezett befejezés 2023. május. A községházán tartott projektnyitón Bilinszky Péter, az MVM Zöld Generáció Kft. Üzleti projektigazgatója és Balogh Marianna polgármester szólt a beruházásról. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen több éve, közel 30 éve kihasználatlanul áll a repülőtér a tulajdonunkban, és nagyon sok tárgyalást folytattunk már azzal kapcsolatban, hogy naperőmű, napelempark létesüljön a területen. És hosszas előkészítő munka után 2021-ben kötöttünk bérleti szerződést az MVM Zöld Generáció Kft.-vel. Ez egy hosszú távú bérleti szerződés, közel 100 hektárt érint, és ebből természetesen bérleti díj és iparűzési adó bevétele lesz a településnek, és ebből tudjuk ezt a nagyon szép és nagy hagyományokkal rendelkező települést a továbbiakban fejleszteni. Bilinszky Péter, aki szólt arról is, hogy a Kft. Jelenleg 7 szélerőművet és több mint 100 naperőművet üzemeltet Magyarországon. A kunmadarasi beruházás is része a most indult fejlesztésüknek, amely 33 új napelemparkot épít pályázati forrásból. A Kunmadarasi tér közvetlen közelében kezdtük meg 2019-ben egy 24 megawatt névleges teljesítőképességű, 28,8 megawatt beépített teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű engedélyeztetését, előkészítését az önkormányzattal közösen, és most értünk abba a fázisba, miután leengedélyeztettük az erőművet, illetve megszereztük az összes szükséges hatósági engedélyt, hálózatcsatlakozási szerződést aláírtuk az illetékes hálózati engedéllyel, kiválasztottuk a kivitelezőt, illetve a megvalósításhoz pályázati forrást nyertünk el, hogy elindulhatott szeptemberben a kivitelezés. A teljes beruházási összeg előkészítéssel, illetve kivitelezéssel együtt 11,5 milliárd forint. A maga a beruházás az egy fotovoltaikus erőmű, egy naperőmű, ami egy termelői kábellel csatlakozik a közcélú hálózathoz. A közcélú hálózat az Karcag város külterületén található, ott létesül egy új alállomás, és abba kerül betáplálásra a naperőművel megtermelt hidroenergia. Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált Magyarországon is a száraz november, melynek lényege, hogy az adott hónapban az ember nem iszik alkoholt, tudatosan távol tartja magát az italtól. Ez az egyre népszerűbb, a féle bőti időszak sokféle előnnyel jár. Amellett, hogy jótékonyan hat az egészségre, regenerál, sok pénzt is meg lehet így spórolni. Nem utolsó sorban pedig az önismeretet is fejleszti. Aki száraz november tart, megismerheti saját viszonyát az alkoholhoz, mikor gondol rá, mikor hiányzik neki, mennyire függ tőle. Azt is érdemes megfigyelnünk, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben a 30 napos alkohol megvonás alatt. Hallottam róla, ugye ilyenkor az alkoholfogyasztást meg kellene teljesen szüntetni, és ugye gondolom az egészségre gyakorolt hatása azért jelentős ennek. Kicsit visszás a helyzet, mert azért egy vendéglátó helyen vagyunk, mi a vendégeknek nem fogjuk ezt előltetni, hogy ha akarnak, akkor ne igyonak alkoholt, vagyis a mi kedvünkért ne igyonak. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan dologgal tudjuk helyettesíteni az alkoholt. Itt a vendéglátóhelyen legyenek ezek a szörpök, a limonádék, nagyon jó meleg szörpjeink vannak télire, úgyhogy teljesen ki lehet váltani. Évek óta
részt veszünk mi is úgy ebbe, tehát mint magánszemély. Azért, aki ezt az egy hónapot nem tudja kihagyni, ott már biztosan vannak valami orvosi problémák, vagy esetek lehetnek, de én úgy gondolom, hogy tehát nekünk, tehát a mi személyünkben, akik nem annyira sűrűn emelgetjük a poharat, nekünk ez nem okozhat gondot. Már egy hónap alatt is rengeteg pozitív hatása lehet testünkre, ha tartózkodunk az alkoholfogyasztástól. A hatás természetesen függ attól is, hogy aki száraz november tart, mennyi alkoholt iszik és milyen rendszerességgel. Igen, hallottam, hogy abban a hónapban, mikor száraz, mondjuk ezt más hónapokban is szokták, hogy száraz hónapot tartanak az emberek, de jobban inkább novemberben, és abban ebben a hónapban nem isznak alkoholt. De beszélnek róla az emberek, igen, igen. Próbálják betartani, de ez azért egy hónapig szerintem nem nagyon szokott menni. Szerintem jó kezdeményezés, mert azért jó az embereknek kihagyni egy kicsit az alkoholt az életükből, és akkor ezzel a kezdeményezéssel meg is tudják valósítani, hogyha van akaratuk. Azt viszont bárki tapasztalhatja, hogy alkoholfogyasztás nélkül jobban alszik, javul az emlékező képessége, erősödik az immunrendszere. Az alkohol megvonás továbbá csökkenti a rák kialakulásának kockázatát, javítja a szív- és érrendszer működését, és a fogyást is elősegítheti túlsúly esetén. Változtatni pedig sosem késő. Első lépésként érdemes lehet megpróbálni a száraz novembert. Én hallottam róla. Úgy tudom, hogy a száraz november az egy ilyen közösségi kezdeményezés, és ugye, ha jól tudom, akkor arról szól, hogy ebben a hónapban az emberek nem isznak alkoholt. Hallottam róla, így van. Én nagyon jó dolognak tartom, megmondom őszintén, én magam is, hát ha különösebben nem is szoktam arra figyelni, hogy tartsam ezt a hónapot, mivel én alapvetően évente általában csak alkalomattán szoktam alkoholt fogyasztani, ezért úgy gondolom, hogy ez kifejezetten jó kezdeményezés. Hogyha nem sikerül egy hónapig kibírni italfogyasztás nélkül, akkor felül kell vizsgálni a jelenlegi életmódot. Hogyha egészségesebb életet szeretnénk, akkor tovább kell próbálkozni. Ráadásul az alkohol kiiktatásával sokat lehet spórolni is, ami nem utolsó szempont ilyen infláció mellett. Egy szigetszentmiklósi lakos vesztette életét egy balesetben Pusztamonostornál. Megrázó képsorok következnek. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Pusztamonostor belterületén. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy szigetszentmiklósi lakos személygépkocsival közlekedett a 3108-as számú úton Pusztamonostor irányába. A sofőr eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát a járműve irányítása felett, és egy balra ívelő útkanyarulatban lesodródott az úttestről, majd egy fának csapódott. A gépkocsi vezető a helyszínen életét vesztette. A rendőrség teljes útlezárás mellett végezte a baleset helyszínelését. A hazai termelésből származó vágósertés termelői ára egy év alatt 86%-ot emelkedett. A vágóhídi ár, ami a sertések termelői ára, a vágóhíd kapujában és már tartalmazza a szállítási költséget is 83%-kal emelkedett. A hízó sertés táp értékesítési ára Magyarországon 36-46%-kal nőtt, és emelkedtek az energiaárak is. Várhatóan a jövőben ezek a költségek tovább növekednek majd. A sertéshús ára több tényezőt figyelembe véve alakul ki. Én azt gondolom, és ezzel szerintem minden sertéstenyésztő így van, hogy nagy mértékben befolyásolja a takarmányára a sertéshús előállítási költségét, az energiaárak, a munkaerőárak, és ezek közül szeretném kiemelni a takarmányt, mert egy év alatt akár négyszer is emelkedik most 2022-ben, míg a korábbi évekre ez az volt jellemző, hogy januárban, illetve aratás után, június-júliusban emelkedett, most eddig ebbe az évbe négyszer emelkedtek az árak, gyakorlatilag duplájára, nagyon megemelkedtek ezáltal a költségeink. A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára is növekedett. A legkisebb mértékben a sertés dagadó ára emelkedett. 36%-os itt is az emelkedés. A szalonnás és bőrös sertéshús félben, fejjel, lábbal, farokkal ára viszont a legnagyobbat ugrott. 77%-kal emelkedett az ára egy év alatt. Gyakorlatilag duplájára nőtt az előállítási költségünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés az olyan termelő ma Magyarországon, aki gazdaságosan, hatékonyan és
pluszban tud termelni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kilós sertéshús előállítási költségét nem nagyon fedezi már az a takarmány ár, amit erre ráfordítunk, és plusz erre rájönnek az energiaárak. Mi is próbálkozunk Mi is próbálkozunk, pályázatok vannak beadva, jelenleg is beruházás folyik a telepen. Természetesen ezeket a beruházásokat már tavaly indítottuk el, akkor még a beruházás költségei jóval alacsonyabb áron voltak, mint most 2022-ben. Most ablakokat, illetve paneleket szerelünk, cserélünk át a telepen, ez szinte duplájára emelkedett, és ez miatt is drágulni fognak a költségeink, mert ezt már a pályázatban biztonságosan, úgy, ahogy korábbi kalkulációink voltak, már nem tudjuk elszámolni. A nyers sertéshúsok és a darált hús kiskereskedelmi beszerzési ára szintén emelkedett Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nem hogy karácsonyig, és nem csak sajnos a sertéshús fogja érinteni, hanem szinte minden mezőgazdasági terméket. Tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon lecsökkent a kistermelői gazdaságokban előállított sertéshús, illetve a sertések száma, és azt gondolom, hogy akár 4000 forintig is felmehet egy kiló sertéshús, mert a kereslet-kínálat határozza meg a piacot. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb sertés van az országban, és ez miatt várhatóan ilyen magas árakkal kell számolni, mint mindennel. A sertés oldalasért 67%-kal kellett többet fizetni, a csontos karaj 65%-kal drágult, a sertés lapocka ára pedig 57%-kal, a sertés dagadói pedig 51%-kal lett drágább egy év alatt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!